Sziasztok! Sütöttem ma egy kenyeret, amit mutatom, félbevágva, sovi kenyérnek neveztem el. Barátnőm inspirált erre, az ő beceneve Sovi, ugyanis ő kért meg, hogy valami jó kenyeret adjak neki, mert hát otthon olyan drága már a kenyér, hogy nem az, hogy nincs pénzem megvásárolni, mert szerencsére van pénzem megvásárolni, hanem egyszerűen nincs szíve kiadni annyit a kenyérért, és ő csak egy héten egy ilyen 600 grammos kenyeret eszik meg, tehát nem sokat. Hát én gondoltam egyet, akkor valami egyszerű kenyeret összedobok. Ebben összesen csak egy pár összetevő van, tehát majd mutatom. Próbáltam olyasmit kitalálni, ami nem 10 deka ez, 20 deka az, mindenből kutyulunk bele bármit. Tehát ez egy, a fő összetevője csak barna lemmag, úgyhogy iszonyatosan egyszerű és gyorsan meg lehet csinálni. Nekem természetesen finom, mint minden, de majd eldöntitek, ha kipróbáljátok. Arra tökéletes, hogy valaki kenyér helyett, ha szendvicset akar enni, úgy érez, hogy kenyeret eszik. Más, nem húzom az időt sokáig. Kérdeztétek egyszer valaki nagyon régen, hogy milyen sokáig tarthatóak el ezek a kenyerek. Hát ezt mutatnám. Ez augusztus 5-én sütöttem, már csak ennyi van benne, látni, hogy nem sokat eszünk tulajdonképpen mi se. Csak a kísérlet véget van annyi kenyerem most itt. Hűtőbe tartottam természetesen, de még mindig össze lehet nyomni, még mindig kutya baja, tehát ez 10 napos ebben a pillanatban, úgyhogy sokáig eltarthatóak. Nem szaporítom a szót tovább, nézzük, hogy csináltam ezt a szép barna kenyeret. Puszi. Sofikám, neked pláne. Kezdjünk hozzá. 3 szép egész tojás. Én csak egy fél kis kanál sót szoktam belerakni, ez nekem bőven elég. Mindenki ízlés szerint sózza a kenyérkéjét. Kicsit fölverjük. Kell hozzá a negyedik tojást egy tojásnyi vízzel, ez 50 ml szoktam helyettesíteni. Ezt beleöntjük. Hozzákeverjük, ez 80 g barna lenmag. Azért barna lenmag, meg ennek a legkevesebb a szénhidrát tartalma. Ezt is szépen hozzádobjuk. Jól elkevertük, félretesszük egy picit. 125 ml kefírt fogunk, és egy kis kanálnyi szóda bikarbónát eldolgozunk benne. Így. És ezt az elegyet beleöntjük a lemmagos masszánkba. Wow! Na, mindig kiesik. Amikor ez kész van, itt van a szép kis oliva olajozott szilikon formám. Ha valakinek van ötlete ezeket a ideégett dolgokat, hogy lehet lemosni, azt szívesen veszem. Nekem még nem sikerült rájönnöm. Szilikon forma itt van. És szépen beleengedjük a kis masszánkat. Hát azt hiszem, ennél egyszerűbb kenyeret nem hordott a hátán a föld. Szoktam hagyni egy 10 percet állni, nem azért, mert a szódabikarbónának dolgozni kell, mert az azonnal hat, úgyhogy abban nincs ilyen baj, mint a sütőporral, hanem hogy a lemmeg a kicsit szedje össze magát a nedvességgel, és bedobom a sütőbe. Ennyi az egész. Voilà! Közepes lángon, kicsivel több, mint fél óra, attól függ, kinek milyen a sütője. És már kész. Pompás. Hagyjuk kihűlni szépen. Hát eljött az igazság pillanata. Kenyér kiborult. Szép. És felvágjuk. Voilà. Hát ő az. Kellően puha, hogy kell így, igen.
És finom, mint mindig. Na, hát így néz ki. Nagyon-nagyon sok sikert hozzá. Nekem eddig ez a kedvencem. Sziasztok!